A táncolni vágyók táborából vannak olyanok is, akik most jöttek először táncházba. A kíváncsiság és a zene vonzotta ide őket. Ez az első alkalom, hogy eljöttünk a párommal, mert járunk bálokba, és ott sokszor meghallottuk ezt a horvát táncot, és hát nem nagyon tudtunk rá táncolni, és szeretük volna megtanulni, hogy hogy kell igazából, és hogy jól menjen. Egy pár például argentin tangót táncol, de most Vizinék horvát makedó ritmusa hívta ide őket. A férjemmel argentin tangót táncolunk egyébként, meg én francia táncokat szoktam táncolni, és most azért jöttünk el, mert még sosem voltunk itt, úgyhogy először vagyunk itt. Persze profi is jár ide. A Táncoló Egyetem egyik oszlopos tagja is erősíti a Táncházak a Zsolnaiban című programsorozat mostani alkalmát. Azért jöttem el, mert most már körülbelül 6 éve itt táncolok a Táncoló Egyetemen Pécsen, és ott ismertem meg, hogy van ilyen lehetőség, hogy szoktak lenni minden hónapban ilyen táncházak, és egyszer eljöttem, és akkor nagyon megtetszett ennek a hangulata, és azóta így ez így magával ragadott, és hát olyan, nem mondanám, hogy olyan nagyon meghatározó táncos múltam lenne, tanultam táncolni gimnáziumban is, meg még általános iskolában is, de így táncegyüttesben nem táncoltam. Éppen a Táncvilágnapján rendezte meg horvát, kóló és makedón táncházát a Vizin együttes. Vélin Veszna rendszeresen vezeti a táncházat. A régi Vizin zenekar annó nagyon régen az ifjúsági házban kezdte Szávai József vezetésével, és utána, amikor átjöttünk ide, illetve én már akkor Szávai Józseffel vezettem a régi zenekarral a táncházakat, utána költöztünk ide a Zsolnai negyedbe, és itt ezek a táncházak folytatódtak a Zsolnai negyed szervezésében. Ez a közönség, aki ide eljár havonta, tehát minden hónap utolsó péntekén, ez már egy nem vadidegen közönség, már eléggé sokat és sok mindent tudnak, és a tánc szeretetük az elviszi őket más helyekre is, tehát például Mohácsra is táncházakba, úgyhogy gyűjtik az információt, a tudást mindenfelől. Aki pedig vadidegen, az pedig nem kell, hogy féljen ettől, hisz a kör az mindenkit befogad, mindenki beállhat, lehet, hogy egy jobb táncos lesz mellette, lehet, hogy egy gyengébb, teljesen mindegy, a körnek az ereje mindenkit visz. A táncházvezető feladata pedig az, hogy segítsen ebben. Most nyilván, hogyha nagyon sok új táncházas van, akkor többször meg kell állítani a zenét, természetesen középre kell állni, megmutatni lassan, zene nélkül a tánclépéseket, de hogyha több a régi táncos, tehát táncházas, és csak egy-kettő vagy néhány új arc van, akkor ők könnyen megtanulják úgy is, hogyha körben velünk együtt mindjárt zenére táncolnak. Másik pedig természetes, hogy a könnyebb táncok azok sokszor mindjárt zenére vannak tanítva, a nehezebb makedón táncok azok pedig megállva, és tényleg rendesen lépésről lépésre. A Vizin zenekar megalakulása óta, 2021-ben volt 40 éves a zenekar, a táncház mozgalomban meghatározó szerepet tölt be a magyarországi horvát táncolt, énekelt zenei kultúrában. Mivel én akkor még nem éltem, amikor a zenekar alakult, hogy szerintem már az első fellépések egyike is táncház lehetett, ismerve az akkori alapítókat. Amikor én jó magam a zenekarba csöppentem, akkor ez már nem volt kérdés, tehát akkor már minden hónap utolsó hetében, azt hiszem, hogy akkor még szerdán táncház volt, Pécsen magyarországi horvát táncház,
akkor még az ifjúsági házba, és emlékszem, hogy hát egy kis kezdő zenész koromban is már ott álltam a táncházba, és azóta ez a szokás megmaradt, hála Istennek. Most már a mai napon a zenekar 5. generációja zenél, de ugyanúgy még mindig minden hónap utolsó hetében, most már pénteken táncházat zenélünk. A hagyományőrzés, hagyomány felelevenítés, vagy amikor szükséges, akkor a visszatanítás az elsődleges. Ezért mindig gyűjtésekből származó szövegek, dallamok, táncok jelennek meg a táncházban. Hiszen a táncházunkban most már nagyon-nagyon régóta Vélin Veszna tanítja a táncokat, aki nagyon jó képben van ezekkel a lépésekkel kapcsolatban, és hát én most nem tudnám megmondani, hogy mióta táncházazunk közösen, mióta zenélünk azokon a táncházakon, amiket ő vezet, de szerintem ez az összhang így tökéletes, és talán azok a gyűjtésekből származó lépések is megjelennek. Én erre nem tudok hiteles információt mondani, mert nem tudok táncolni. Hogyha a táncadozásra gondolunk, akkor a repertoár az mindig a közönség igényeihez igazodik, vagy próbál meg igazodni. Ez azt jelenti, hogy a táncházaknak a 75-80%-a körülbelül az mindig ugyanaz, vagy hasonló, vagy esetleg valamilyen közkedvelt lépésre egy ilyen dallamvariáció általában, de mindig bedobunk egy-két új táncot is. A közönségnek a fogadtatása az mindig változó egyébként. A zenét Zsivkovics Mira, Sándor Márk, Tenzlinger Kristóf, Balog Máté, Mackó Gergő, Jeránt Márk, Horváth Márton, Kedves Robert és Vízvári Zoltán adták. A táncok megtanulásában Vélin Veszna táncház vezető segített, a mostani alkalommal pedig Stanics Balázs is a táncokat tanította be.